Tisztelt jelenlévők! Köszöntöm Önöket professzori székfoglaló rendezvényünkön, melyet idén immár hagyományt teremtve rendezünk meg egyetemünkön. Frissen kinevezett egyetemi tanáraink, valamint frissen egyetemünkre érkezett, már egyetemi tanári címmel rendelkező professzorunk bemutatják oktatási és tudományos tevékenységüknek professzorálvállásukban meghatározó részét, valamint kiemelt professzori céljaikat. Megszólalásuk előtt életrajzukat karuk dékánya ismerteti. Felkérem rektorurat rendezvényünk megnyitására. Tisztelt Hölgyek, professzor Hölgyek, tisztelt professzorurak! Egy nagyon jó hangulatú vezetői értekezleten vagyunk túl, ahol a jövő lehetőségeiről beszéltünk, Éppen csak beestünk, úgyhogy szegény Dékánulak most olvassák át, hogy mit kell majd felolvasniuk, és most javítgatják meg, próbálják magukat nyugalmi állapotba hozni az a vezetői értekezlet után. Olyan kellemes témákról beszéltünk, mint hogy hát a következő három hónapban az épületállományban milyen változások lesznek, legalábbis a temperáló fűtés és a 18 fokos fűtés vonatkozásában. Na de térjünk vissza erre a mai rendezvényre, ami a magyar tudomány ünnepének a műegyetemi nyitó rendezvénye, hiszen ez egy műegyetemnek is ünnep ez a mai nap, hiszen tíz új e, professzorát köszöntheti. Ennek a tíz új professzornak a, az átlag 49 év, szerintem teljesen e, rendben van, és hogyha e, elsoroljuk őket a karok alapításának sorrendjébe, azon belül ABC-be, és segítenek nekem, mert pont így ülnek, ugye gépészkarról, Hős Csaba, Kajtár László, Toldi Andrea vegyészmérnöki és biomérnöki karról Balogh György Székely Edit, a villamosmérnöki és informatikai karról Butyán Levente és Gyimóti Szabolcs, a közlekedésmérnöki karról Török Ádám, és végül a természettudományi karról Kovács Mihály és Veres Gábor. Úgyhogy ők az új professzoraink, jól mondtam? Lehetett közben ellenőrizni, igen. Ők az új professzoraink, és ugye a műegyetemen nem csak annyi a professzorság, hogy habilitálni kell, hanem egyesek szerint szigorú, én inkább úgy mondanám minőségelvi kritérium van, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának kell lenni annak, aki a műegyetemen professzor akar lenni. Ez természetesen mind a tíz új professzorunk teljesítette, ami azt jelenti, hogy nem csak jó oktatók, hanem nemzetközi szintű, nemzetközi hírű kutatók, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia alapszabályának 24. paragrafusa kimondja, hogy ki lehet MTA doktora, és ott benne van, hogy hazai és nemzetközi szakmai körben ismert és elismertnek kell lenni, és nemzetközi szintű tudományos tevékenységet kell folytatni. Ez azért nagyon fontos, mert ezek a professzorok, akik nemzetközi szintű tudományos tevékenységet folytatnak, ők be is tudják vinni ezt az oktatási tevékenységükbe. Ettől lesznek a hallgatóink keresettek, nem csak ma végzett hallgatóink keresettek, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Most hallani fogjuk a Tíz új professzorunk szakmai tevékenységébe fogunk bepillantást nyerni. Én szeretnék nekik gratulálni ez a címhez. Ezt szeptemberben a köztársasági elnöktől kapták meg ezt a kinevezést, és kérem őket, hogy a következő átlagosan 21 évben, a nyugdíjig kamatoztassák ezt a tudást, ezt a nemzetközi színvonalú tudományos tevékenységet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, rektor úr, bevezető beszédét. A bemutatkozó előadások abban a sorrendben fognak következni, ahogy rektor úr elsorolta. Tehát elsőként a gépészmérnöki kar idén kinevezett egyetemi tanárainak bemutatkozását fogjuk hallani.